Na, jó napot kívánok mindenkinek. Szervusz Joe, kár, hogy nem tudsz jönni, azt mondod. Hát ez most amúgy sem multi lenne, hanem single player. Promodzozok egy kicsit, itt vagyok Killben, és kértétek, hogy vegyem elő a DAF-omat. Úgyhogy most előszedem, azt nézem, hogy igen, látszik a kép, nagyon szuper. Nem tudtam, hogy mire van állítva. Szóval, viszünk pár fuvart. Vagy lehet, hogy egy nagyobbat. Így ebédig, vagy ebédre, nem tudom. De fura az a kormánykamera, na mindegy. Letoljuk. Na, annyit állítgattam rajta, valami annak a driverébe, vagy nem tudom mivel nem stimmel, úgyhogy nem tudom mit csináljak véle. De remélhetőleg nem ezen fog elbukni a dolog. Szóval kértétek, hogy vegyem elő a DAF-omat még az előző live végén. Így néz ki, hát most átfestettem. Nem tudom, hogy kinek mennyire jön be. Én most csak így variálgattam, ez az a festés, ez a krisztál
Dimension, ez a neve, ami még a karácsonyi küldetésekért járt, és még a multiban mindig nem működik, ledob érte, nem értem, pedig már lassan 2 hónapja, hogy megszerezhető. Úgyhogy ez egy régebbi típusú DAP, konkrétan XF105-ös, nekem ez a DAF-om van, és hát ugye hál' Istennek a DAF paknak köszönhetően ki van pimpelve elég, és a Goró neked is azt mondja, hogy fuvarok, vállalkozói fuvar keresünk, hiszen promocban nem ajánlatos a külső fuvart vinni, pedig néha engedi felvenni, de ütköztem akadályokba komp közlekedés kapcsán. Esbjerg R20, ez egy ilyen rövidebb lenne. Ja igen, ez most célállomás ABC rendszerint van, Aalborg. Erre várjál már, Kielből nézzük. Hol vagyok? Itt vagyok, innen mutassad nekem, mert baj lesz. Bilbaóba, Spanyolországba. Egy jó kis szendvics panel. Mi van itt még? Luxus szabadidő autók, Észtországba. Tesco-ba? Vigyünk tonhal konzervet a Tesco-ba, Wroclawba, mit szóltok? Olyan vagy, mint egy laptop DJ így most. Jó, oldalra itt nyomod elől. Ági, hogy kell srácok kikapcsolni a YouTube nagyon e-mail értesítéseket? Miről? A videó feltöltéséről, ugye? Ági, neked beszélek. Mi van? Igen? Jó, akkor ne segítsetek neki, srácok. Hiszt is. Ilyen van. Na, vegyük föl. Az ember segíteni akar, aztán hát ez a hála, nézzétek. Na. Turbo nyomás, speed info, ez kell nekünk. Hoppá. Véletlenül rátenyereltem a dudára. Te kiengedsz, de aranyos kis cukorborsó vagy. Teljesen más ez a DAF. Nincs net. Van net. Működik minden. Simát nem szokott, nem, hogy e-mailt. Hát jó, tudom, hogy rapszódikus, de igazából nem is tudom, hogy mire gondol. Hello, Eric. Tudom, hogy nekem azokon a csatornákon szokott küldeni, ami nem live, hanem feltesz valaki egy videót, és akkor arról, hogy új videó van. De az azért, mert ugye a csengőbe van nyomva. Az másként működik szerintem, hogy egy live-ról kapsz értesítést, vagy egy fix feltöltött videóról. Ezt a tükröt itt kiiktatom. Nincs rá semmi szükség, meg lehet, hogy erre sem. Így letisztult. Miért nem lehetett arra fele jönni, csak hogy a szervizbe legyenesen? Most miért kerültette velem meg a félvilágot? Na mindegy. Be van nyomva a csengő, de sokszor nem ad. Hát ez fasza. Tudom egyébként. Csak azt nem értem, hogy... Na mindegy. Ez
Szerintem ezt csak személyenként lehet így kikapcsolni, hogy nem utassa, ha valaki videót tölt fel, mert amúgy meg én nem találtam olyat, hogy az egész YouTube-on az e-mail részt kikapcsolva. Olyan van, hogy csak a fontos változásokkal kapcsolatos üzenetek, azt láttam. Csúnyán fékezek? Hát hogy fékezek? Mi történt? Nem volt ott semmi. Waberers! Csak fel ne akadjunk valahova, hogy a vabisok szoktak. Alagútba vagy valami. Na, vegyük a wroclawi Tesco-ba ezeket a tonhal konzerveket. Biztos nagyon várják. Hajnali 3 óra 28 van. Hello Zoltán, nem multi, promódz. .26-os promódz. Killből. Nekem. Ugye annak idején Kill lett kiválasztva, mint fő hadiszállás. Még nagyon-nagyon régen. Ez a leges-legelső és egyetlen profilom egyébként a játékban. És én Killben székelek, úgymond. És amikor kamiont váltok, akkor ugye ide dob bele be. De, promódsz, bizony promódsz. Bizony, és most egy kicsit dafozás, mert annyit szkániáztunk, hogy legyen egy kis ilyen is. Hogy mozognak ezek a kis kavgyarok, minden, tök jó. Kutya, Rocket League kocsi, minden mozog. Itt 60-as tábla lesz nagyon sokáig ezen a részen amúgy. Annyiszor jöttem már itt, hogy tudom. Persze Zoltán. Bár így is annyi van már benne, benne van a Rus map is. A gyerekek egy 5 perc, amíg betölt a játék, mikor először elindítom. De nagyon brutál. Múltkor, amikor nem akart kép lenni a multi live-nál, akkor ugye elindítottam ezt, hogy ezen van-e. És volt, viszont amíg a játék betöltött, ez borzasztóan hosszú volt. Nem is tudom, hány tételből áll ez a mod, hogy most így benne van a játékban, de nagyon sok. Jaj, hát még a szembesávban nézünk. Jó, az a külső kamera csak veszélyes. De ilyen motorhangra vagy ilyesmire gondolsz? Actual day and night time mod. Ja, hogy pont olyan... Pont olyan világos van, mint valójában? Vagy az órámhoz igazítja? Ez mondjuk nem hangzik rosszul. Csak az a baj, hogy legtöbbször este játszom, és akkor mindig este mennék. Én meg szeretek látni ebbe a játékba, de most hagytam, hogy már 4 óra van mindjárt, akkor most mindjárt világosodik. Nem sötétedni fog. De igen, amúgy ez jól hangzik.
Steam workshopos. Aha. Nagyon nem szeretek este vezetni, mondom, ez a baj, és legtöbbször úgy van idő, és ez nem lenne jó. Nekem legalábbis. Végre. Kinyomhatjuk a szemét. Lecsó neki hát PUBG-zni. Ha már a Promoz Hero Track egyik nagy elgyújáról legyen szó. Kicsit máshogy gyorsul, mint a Scania. De nagyon kis faszán megy, úgyhogy nincs ezzel a vassal se probléma szerintem. Kevesebb a forgalom, aha. Hát persze, este kevesebb az autó. Én szeretem, ha vannak az úton, megfigyelni kell. Mostanában ezért is játszom single player-t elég sokat. Ez egyel ezelőtti live, az ugye múlt is volt. De élem ezt nagyon, ahol most megy a rendes traffic. Az meg egy bugos pótkocsi. Ott előttünk. Nem is húzódom oda ki. Most ez itt nekem középütt, meg amúgy is az én sávoljaim erre mennek tovább, is az én utam. Az le fog morzsolódni, az a másik ág. Ja nem, pont az nem. Oké. Okay. Viszont bejött a kollega, és amit látjátok, bele van bugolva a targonca a hátuljába, ez nagyon vicces. Nem tudom, hogy ez miért van, vagy minek köszönhető. Szóval nekem most tényleg át kell majd menni. Nem jön a belső sávba semmi. Mert most fogok lekanyarodni majd. Mi? Könyörgöm. Gyors sajtásé megvág, fantasztikus. Pedig lassítottam, láttam én a 40-es táblát amúgy. Ezt megyek most is 48-al. Már. De indexelek ember, és nézek, hogy beelőz. Hopp, még egy állat. Na jó, beengedsz azért. Hihetetlen. Ezért szeretem amúgy, hogy figyelni kell, mert tényleg tudnak olyan hülyén viselkedni, mint az igazi autósok, hogy az elképesztő. Tehát miért nem jössz ki, kollega? Hagyjál már utat az autósnak. Nézd meg. És még nem is Valberers-es, mint én. Ezt én vagyok a normális. Besírok. Ember, mi bajod van?
Hát akkor beelőzzük, figyeljetek, hogy blokkoljuk az utat. Mögöttünk jön a nép. Jó, van két bunkó kamionos, megoldott a totális szituációt. De nem akar, még most sincs benne a szándék, hogy kihúzódjon, nézd meg. És még 80-nal sem megy, mint én, tehát hagyom le. Nagyon állat. Szerintem megy egy 70-et. És mindig nem jön ki. Ezt a fő parasztot hallod? Ez igen. Csúcs. Nem is tudom, milyen mod kéne még amúgy. Nekem azt tetszett, nem tudom, hogy működik-e promodzal. Hello, sólyom. Volt egy olyanom, hogy ezt a GPS kis négyzetet így felülre egy csíkba kiírja. Nem tudom, hogy ez működik-e a promodzal, mert ez tök jó volt. Ugye a térképet látom itt a kamion műszerfalán, hogy merre megyünk, de az adatok jó lennének, ott lennének fönt. De ezt majd kipróbálom. Promodzal szerintem simán működnie kell. Szóval, hogy fent egy hosszú csík lenne, még ott lenne. Teljesen a kép tetején még a donate üzenetek felett lennének ezek az adatok, és akkor a kamera se ugye nem takarná ki. Aztán benne is van itt a mappába, csak nem kapcsoltam be, nem tudom, hogy mennyire kompatibilis. Mert akkor most is látnánk, hogy hány kilométer van hátra, nem kell ugye bekapcsolni. Pim, pim, hoppá. Ez kis döccenő volt itt. Üzemanyag. Ez az üzemanyag felhasználás. Hát még 1130 kilométerre elegendő üzemanyagunk van. Nézzük is azt inkább a fuel infót. 361 liter. Aztán mi merre megyünk tovább egyenesen, úgy látom. Ein, zwei, polizei. Ein, zwei, polizei, drei, vier, drei, 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 fünf, sechs, andi, kicks, sieben, nein, gut, innen. Igen, kompatibilis vele az a New Route Advisor. Igen, 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 mondom, lehet, hogy benne van, nem tudom, hogy azóta, viszont lehet, hogy régi verzió van benne. Ja, meg is csinálom, mit szóltok, mert nekem annyira hiányzik. Elmentjük. Promodzra. Megcsináljuk, mert az kell. Kilépünk addig. New Route Advisor. Megkeresem, jó? Akkor meglátjátok, miről beszélek. New Route Advisor. ETS2. Route Advisor. Aha, 1.4. Van itt ilyen is. Sőt, mi van itt még? 1.5. 1.5-öt, 2017. november. Legyen. Azt mondja, hogy 1.5-ös. Töltsük le, hello Zoltán! Mozról szedjed lefele, pillanatot kérek, és akkor nem sokára indítom újra a játékot. Hello Dinky! Köszönöm szépen, jó vagyok. Ez most rar, akkor először egy másik mappába rakjuk. Onnan még ki kell csomagolni. Mentés. 1.0-át használod és jó. Hát legalább meglátod, hogy milyen ez. Nem tudom, hogy használtad, de akkor legalább megnézzük ezt. Mi az Isten? Optional Prava Mi? Ja, nézem csak. Van itt több verzió, azt mondja, igen. Igen.
Ja, hogy berakjad a kilométer órára, van olyan is, van, ami oldalra teszi ki. Nem kell, legyen az egyes helyett a Prava verzió, azt szeretném. Jó. Ebben már nem kellett volna belemenni, hanem ezt kell oda be a modsba. Euro Truck mod. A New Road Advisor 1.0 egyébként itt van a mappában, ezt most innen kiveszem. Úgyhogy beraktam a másikat. Nekem is 1.0-ás volt. Oké. Indítsuk újra a Euro Truckot. Ágnes röhög. Mit röhögsz? Ilyen kubokat nézegetsz, értem. Jó van, azokon lehet. Nézd rám és röhög, mint egy hülye. Azt nem tudom, hogy a mod sorrendben hova kéne ezt tenni. Az mindegy, hol van sólyom. Bekapcsolom. Tegyed át. Most elő legyen, vagy hol legyen? Mennyi a promodznak? Látjátok, egyébként mutatom. Promodz. A legfelső kivételével most ennyi van benne. És ez a sorrend nem mindegy, hogy ez hogy van. Ezért ha nem akarom, hogy összekavarja, tehát nem tudom, hogy a sorrendet mennyire kavarja meg, vagy töltse itt legelől? Megpróbáljuk. Hogy ő ezt töltse be itt legelől. Szendvics, az igen. Szervusz, micsoda szendvicsek. Mindegy, aha, szerintem is. Marie Hamn. Ez mi ez, Izland? Most talán rövidebb idejük lesz a betöltés egyébként, mert már egyszer betöltöttem ebbe a rendszerbe, úgyhogy igen, itt ez már hamar meg lesz. Legelőször, amikor elindítjátok a gépet, és a betöltés, tehát ez halál. Na nézzük. Nézzük ezeket a dolgokat, mert ugyan kitakarom a kormánykamerával, és nekem is kénének ezek az infók. Most vissza kell kapcsolni. F. Na látjátok? Nagyon menő, ott vagyunk fölül. És ott is van GPS is amúgy. Hát ez tök király. Na erről van szó, erről beszéltem. Hogyha valakit érdekel, hogy hány kilométer, stb. Akkor ott van. Nagyon menő, nagyon tetszik. Ha már így Zoltán eszembe jutott a plusz modokat. Köszönöm sólyom a nevet. Mód nevet. Szuper. Na most már legalább nincs kitakarva. Nagyon-nagyon fényes ez a kamera, de mindegy, olyan... Nyugi, Ági, nyugi! Minden rendben lesz. Hagyom, hagyom itt fent, persze. Ki... Aj, látjátok, hogy GPS-t ki tudom kapcsolni, ez nagyon jó, mert legalább itt látjuk lent az útvonalat. Nem tudom, mondjuk engem nem zavar, legyen ott fent az útvonal, vagy ne? Vagy alul ránéztek a GPS-re, melyik legyen? Diszkrétebb szerintem, ha nincs ott, de ha nektek kell az info, akkor... akkor ott hagyhatom. Ugye... normál esetben nem kellene ez, mert nem lenne ott semmi kamera. De most van.
viszont nem látom a hátralévő kilométert, igaz? Várja, hol van? Ja, de ott van, igen. Jó, oké. Akkor látom, oké. Csak arrébb van kint a szélén majdnem. Jó, micsoda szaggatózás van itt. Maradni kell ebbe a sávba. Fú, gyerekek, nagyon nem bírja ezt a részt a motor. A gépen bírna. Na, meséljetek, hogy kinek hogy tedik a hétvégén, mit csináltok, azon kívül, hogy itt Ági nekem szétröhögi a fülemet. Én jól vagyok. Úgyhogy velem igazából nincs nagy szitu, pénteken ágyat raktam össze, ágykeretet, ágyrácsot még nem. De majd az is lesz. Igen, itt van minden infója, azért és nem akartam, hogy a GPS is ott fent legyen még, mert az meg már kétszer szerepelne, akkor le kell nézni, srácok, oda a műszerfalra. Tessék? Nem értem. Most mondjad. Fülemen van, tudod, hogy nem hallom. Most mondjad. Ahó! Istenem. Meló. Melóba vagy Viktor? Gondolom, az annyira nem jó. Hűha. Ja, hogy Berlinnél vagyunk, ez a szaggatásnak az oka. Oké, így már mindent értek. Berlin az egy kicsit nagyra van itt. Monumentálisra van véve, tehát ez nem az alaptérképes Berlin mielőtt tévedésbe esnénk. De 80-nal át lehet száguldani. Éppen téged nézek és nem csinálok semmit. Na látjátok, ez a tisztán fasz a helyzet. Megnézzük a lúcot, ha már jött, csak ne kanyarodjak itt össze-vissza, jújjújjúj. Ezért nem szabad olvasni, meg mindenféle dolgokat nézegetni. Széles utat! Köszönöm szépen, Ervik! Nagyon szépen köszönöm. Szélesnek széles! Itt ez a berlini autóbán, vagy mi ez itt? Ne! Jó, maradunk itt, most már nem megyek le. De a rendőr úr nem megpróbált engem vegzálni. Rendőri túlkapás volt ez, ahogy bejött ide mellé. Na most már kijöttem. Autóbán policáj! Korábbi egy-két live-ban volt ez az automatikus LUC üzenet, ami eddig nem működött, és ez nagyon idegesítő volt, elnézést, ha valakiket zavart azokban a videókban, hogy ugye arra azért küldözget ilyen automata LUC-okat, hogyha nem használják annyira az emberek az adott live-ban a LUC-ot, akkor kedvük legyen, de hát ugye ez reklámoz egy kamu angol szöveggel ilyenkor, de hál' Istennek már ott fenyegetőztem magamban, hogy kikapcsolom az egész lucot, de ezt a funkciót is ki lehet kapcsolni, úgyhogy továbbra is megy a luc, mint látjátok, ti üzeneteitekkel, nem ilyen kamukkal. Nagyon durva meg van csinálva ez a berlini rész, mennyi irányító tábla, egyszerűen belehűltök. Belehűltök. Még 270 km van Wroclawig. Kár egyébként, hogy ez multiba. A multiba nem működött ez a Route Advisor mód, én úgy emlékszem. Szemír szolgálatban van, igen, Szemír Gerkhán. Hotte meg Bonrát, ők voltak a kedvenceim. Hotte, azok milyen alakok voltak. Ilyen kicsit ilyen mi kis falunk jellegű. Okos karakterek.
Alarm für Cobra 11. Cobra 11. Ezt így mondták. Nem is tudom hány évados a sorozat, de több mint 10 szerintem, baromi sok. És azt hiszem az Erdogan etelej, a kiszemért játsz, az végig húzta. Hogyha még megy, akkor én szerintem mindig húzta a sorozatba. Na, látjátok, hogy szépen kivilágosodott, 49 helyi idő szerint, úgyhogy most már látunk is, jelentem. És a kamion mustra így világosban. Waberer szemerei, jaj, ez magyar babis. Az komoly, nem is figyeltem. Köszi a follow show-jom. Itt Twitch-en is. Legalább ha több helyen feliratkoztok, vagy follow-oztok, akkor legalább egyik helyről biztos, hogy megkapjátok az értesítést. Hogyha elkezdődik valami, ezért is érdemes. Állítólag sok helyen tiltva van ez a multistreamen, úgy értem, hogy a YouTube sem örül neki, meg a Twitch sem. Nem tudom, nem hallottam még ilyen konkrét tiltásról. Látom, hogy itt is meg vagyok, igen, jó van. Remélem több módon nem leszek meg azért. Na, ez itt rendőr úr ott. Aha, miért a bekötőn? Nézi Cobra 11, hogy mi a helyzet. Na most jönk a határhoz. A német-lengyel határhoz. Átjövünk Lengyelországba. Nice! Még tankolnék itt egyet, mit szóltok. Ez a legjobb, így lehet jó üzemanyagot csempészni, itt a határon tankoltok. Na, ott a kollégát ott kielemzi a vámos erőteljesen. A vámosz. De durva helyre visz ez a benzinkutte. Vagyis ez az út. Így megyek át a határon? Benzinnel? A benzinkut a határállomás egy, mert nagyon durva. TS út, oké. Okay. De hova kell, hol kell átmenni a benzinkúthoz? Ott be lehet menni? Úgy látom, hogy be lehet. Sorry. Kicsit itt gagyi út van, de... Reméljük nem láthatatlan fal van itt. Nem jelzi a térkép, azért félek. Jönnek autók, itt megettem, az egy dolog. Hát jó. Szóval, hogy erről kell ráfordulni a kútra. Nem szokás szerintem. Na mind, de, na mindegy.
Ez most elég kacifántos a sikeredet, nem? Egész jó. Egyenesen ki tudunk jönni. Töltsük. Pöpöpöpöpöpöm. Így. Hát ez mi ez a forgalmi dugó, vagy azok álló autók? Ott fixen ott álló kocsi. Hát nem tudom, hogy jó irányba jövök itt ezen a benzinkúton, de édes mindegy. Az lesz a kivezető út szerintem. Nem állítom én le a motort. Édes jó Istenem, mi van itt? Hogy kell kimenni erről a benzinkútról? Ne! A kamion pihenőbe bejöttem. Lehet, hogy ott kéne, ahol bejöttem. Sokat nem segít. Cuccos, de lehetséges, ja. Ugye erre kell. Oké. Igen. És látjuk a térképet. Tökre tetszenek ezek a megoldások. Nem minden fenékig tejföl, meg nem szép, mint az alapjátékban, hanem azért itt vannak elhasználódások, meg gyérutak. Oké. Back on track. Haladunk tovább Wroclawba. Tábló, de már késő volt lelassítani. Hopp, ez milyen út? Édes Istenem. Be is rakja a 70-es táblát. Itt még 50-nel is túlzás mennél. Mi ez? Halljátok a forszot. TS útas autópálya, komolyan mondom. Köszönjük, polákok. Inkább kirakják a 70-es táblát, csak nem kelljen felújítani az utat, tehát szinte csak itthonról tanulták volna. Ezt a fajta útjavítási technikát. És eléggé váltakozik itt az aszfaltnak a színárnyalata. Mindenfajta, ami csak volt. Nesze, megint itt van a TS út, megint 70-es táblával. És már ez is foltozva van. Ó, hát szíjeszed. Mondjuk Oroszországban rosszabbak vannak. A Rasmepán. Az is tény. De hát nem én rángatom így a kormányt. Jó, lemegyünk 60-ra. 60-nal már nem döcög. Itt már 50-re. Jó van. Át kell mennünk teljesen a másik autópályasávba, mert így van megoldva. Elképesztő.
Jó van, zúzzuk 70-nel, annál hamarabb túl vagyunk rajta. Csak 105 kilométer, hát ez végig ilyen lesz. Mind a 105. Ez borzalom. Nézzétek, a izéken látszik, mennyire rángat a kormány, és figyeld. Engedjük el. Hát Jézusom, kiszedi magát az útról. Brutál. És még fel is gyorsul, indokolatlanul. Oké. Hú! Csak bejövünk már Lengyelországnak a szép részére. Nagyon van normális aszfalt, amit a határ mentén azért vannak érdekességek itt is. Izgalmom. Remélem nem kiabálom el. Szemfülesebb voltam, mint az autós. Hamarabb kihúzódtam a belső sávba, és így ő bent ragadt. Csak 28 km, azt ezután a kanyar után már konkrétan Wroclawnak a jeleit vérjünk majd felfedezni. Ami nem baj, mit is hozunk? Mindig elfelejtem. Tonhal konzerv, 18 tonna. A 18 tonna tonhal konzerv. A Tesco-ba. Kiának lenne egy ilyen típusa, hogy Lotus. És itt láttam is ilyen kupát a Hungaroringen. Most így hirtelen összezavart, hogy a szponzornév vagy autónév a Lotus. Hmm,
8 levelre, jó, jövünk, hát van itt egy kis csomópont. Mögöttünk egy Iveco. Szőrén. Itt az IKEA, a gyerekek. Meg McDonald's, ez teljesen olyan, mint ott a Gazdagrét után, vagy mi ez? Kifele az M7-esnél. Parancsolj! Bizony, hogy kell. Mély levegőt. Itt a Meki. Jövök a Mekibe, mit szólsz? Meg Dánelc, itt van. Látod? Meg Dánelc, várjál, azt nem tudom, merre megyek ki erre. Most tényleg bemegyek a Mekibe? Most hova jövök? Jézus Jóistenem. Ja, ide a Tesco. Ó, oh, itt a Tesco mellett van a Meki, aha. I see. Most akkor erre. Micsoda lerakodó ez. Itt van, jó, ez izé is játszóteres Meki, én ide jönni akarok. Itt van. Ezek a lengyelek tudják, mitől döglik a légy. Igen. De úgy látom, bemehetünk, nos, nem tudom. Arról lenne logikusabb inkább, de meglátjuk. Bemegyek, nem érdekel, le fog, le kell rakni. És hogy költöztök eddig Albiból? Nem, csak máshova. Ezt szeretnénk kiadni. Lehet, hogy mégis igaza volt, bár de tényleg nem lehet arról bejönni, úgyhogy jó irányból jöttem. Nem lesz jó. Majdnem rábicskáztattam oda rész. Nem volt rossz terv, de kicsit kijebb kell jönni. Innen már könnyebb lesz. Sok.
Lefulladtunk. Nem jó. Istenem, mit töketlenkedek ezzel a beállással. Pedig nem bonyolult, most csak túlfordítottam. Már az elején. Rohadtul nincs még benne. Na ide most kihúzom egyenesbe. Hát miért nem fogadja el? Szülye. Hello Harvey. Nem bírok beállni a helyemre. Nincsenek itt, mert ez most single player, ez egy mod. Promoddal játszok, és ugye itt nem, nincsenek többen. Na most jó lesz. Na már. Beerőltetem, most már nem érdekel. Na jó van, hát ilyen nincs. Miért nem lehet oda beállni? Nagyon szeretem, amikor ezen megy a szarakodás. Azt irányba fordítom. Bassza meg, na jó. Kész, nem érdekel. Böngészik, ennyi. Rami böngészik, mint mindig. De miért nem tudtam beállni? Hát sokkal bonyolultabb helyekre beállok. Üha! A picsa remegett itt. Innen mit kell vinni? Azt mondja, vállalkozói fuvar. Rigából, Litvániában, meg Németország. Arra már voltam. Jó, nem megyek most innen. Hanem... megnézzük... a konkurenciát nem nézzük meg. Nézzük meg a DHL-t. És hogy kell ide bejutni vajon? Talán nem bonyolult. Óhé. Parancsolj. Itt a KFC. Is. Szemben a Mekivel. Ez pont úgy van, mint itt a Kőbányai úton, hallod? KFC meg Meki. Thank you.
kijutottam. Megkapod a mountain biker, Fehérvárra viszlek az ősönbe. Fehérvári ősön. Szegény Ferike, vajon tényleg megkapta a mountain bike-ot? Itt van a DH-ja. Hogy villog ez a tábla, előbb azt hittem csak a szemem csal, de nem. Valóban villog ez a nyíl. Este is látható legyen. Na, hol van az izé? Fogadjunk túloldalt valahol. Nagyon gyanús a fuvar felvétel. Ja, nem jó bejárat. Oké, fantasztikus. Meg kell nézni a másik bejáratot. Igen, és akkor most ja, arra fel lesz a cég logónál. Itt. Jól van. Na nézzük, mit van, mitek van, kedves DHL, Volgográd, az nem gyenge. Jézusom, addig csak nem. Fehér Oroszországba vigyük el, na mit szóltok ezt? Játékokat. Nézzük, hogy milyen pótkocsit lehet választani hozzá. Schwarzmüller vagy Promodz. Krone. Vigyük ezt a Schwarzisat, oldalponyvás. Vigyünk játékokat fehér orosz gyerekeknek. Hol a fuvar? Fehér orosz, rászorult gyerekek. Jó. Édes kanyarral kiveretjük innen a vasat. Jó, mennek azok a játékok a fehér oroszokhoz. Gomelbe megyünk. Tábla marad, oké. Okay.
Gyere, hát ne gyere. Négyesbe vagyunk, ez nem lesz olyan baráti. De még a hármas se. Há, ne, főtér. Jó van. Szépen húzza neki. Na jó van, kedves bieloruszok. Szerintem ott is lesznek ám érdekes útviszonyok. Bielorussziában. Ebben egészen biztos vagyok. Az is van az én. Ki volt már fehér Oroszországban, mondjátok el? Majd nem a Promocban, hanem igazából, mert én nem. Tudom, hogy régen nagyon jó hoki csapatuk volt, még emlékszem a 2002-es téli olimpián baszott jó csapatuk volt. Aztán Andrei Mezin volt a kapus. De az le... Á, Mezin volt az, igen. Szerintem jó volt a fehér orosz. Nem lett. Elrúgtam a kamerát, vajon? Kormánykamerát. Ne! Ne 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 ne. Hú. Picsába, kicsit elmozdítottam, igen. Nézzük meg így. Hogy milyen. Most a live-ból próbálom visszanézni. Hello Gary Cooper. Na még egy hangya fasznyit. Így. Mert a váltó teljesen elment a képből. Na hát, még egy nagyon pici. Jó a Twitch, hogy ilyen kevés a késleltetés. Oké, tökéletes. Töp-t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 öp. Zsombor és Noel, sziasztok! Be vagytok mondva. Csapassátok a feliratkozást akkor, vagy a követést, vagy valamit. Hát nehogy már csak én. Én dolgozzak. Valamit valamiért. Szerintem ez így korrekt. Erősen rendben van. Köszi Zoltán!
néked a feliratkozást. Nyilván nem erőszakoskodásban mondtam, csak hogyha érdekel a tartalom titeket, akkor ne feledkezzetek el ilyesmiről. Meg ugye, hogyha a YouTube-nak az értesítésével nem vagytok elégedettek, vagy a Twitch-et szeretitek jobban, akkor ott is megy a live, tehát Twitch-en is megy, lent a leírásban az is bent van, ott is nyugodtan kövessetek, és akkor valahol csak megkapjátok azt, hogy valami zajlik. Mert a YouTube-ra sokan panaszkodtok. Hogy hiába nyomjátok meg a csengőt a feliratkozás mellé, akkor se kapjátok meg. Köszönöm szépen, meg igazán örülök. Ugye hát nem tudom, nem sok olyan magyar YouTube-os van, én lecsót nagyon szeretem nézni, ahogy kamionozik, de akik tényleg úgy kamionoznak, hogy nem feltétlenül körködve. Jó, multiba mi is szoktunk, de amúgy itt ennek nem ez a lényege, hanem az, hogy normálisan csináljuk, és sokan elbagatelizálják ezt a játékot. Hello Black Monster. Hát egy fuvarról maradt el le, ez a második lesz. Ez egy hosszabb. Fehér Oroszország fele. Tartunk, játékokat viszünk. Fent láthatjátok, hogy mennyi van hátra. Sörre, Gebe úr, köszönöm. Köszönöm szépen, Gary Cooper. Egy Meki. Imádják a lengyelek, úgy látszik. Meki Mekit követ. Itt legalább már ismert benzinkút név van. Megyünk Varsónak, úgy látszik. Mindenképp. Egyszerűen tök jó élvezni egy a tájat, meg mindent, mert nagyon sok minden meg van változtatva ugye az alapjátékhoz képest, és a promodhoz szükség van ugye azért az alap dolgokra is, meg a DLC-kre is, most már a 2.26-os verzió már az Itáliát is befogadja, de gyakorlatilag az úgy változtatás nélkül. 2.25-ös az még az olasz DLC-t nem támogatta, azt hiszem. Ez már támogatja, de azt hiszem nem kötelező még mindig hozzá, de már lehet arra menni, ha benne van. Most biztos, hogy majd hozzányúlnak ahhoz a területhez is. De ez még ugye nem követeli meg azt, hogy kötelezően meglegyen, csak át lehet már menni rá. Játékok. Kérlek szépen, játékokat viszünk. Itt mi folyik? Komolyan, mi volt itt? Összekoccantak? Ez
az autós miért nem megy ki innen? Gyere, kolléga, kimehetsz, úgy. Lezártam neki a sávot. Nem mert kimenni, nézd meg. Sima, csak a szendvics. Hát mit kérjen? Elég az. Na jó, így most már mehetünk szépen. Nem fogjuk összenyomni a családot. Nem tesszük nyomorékkel. Nincsenek itt köztünk. Ja, a műszerfalra is kiraktam párat, mert annyi sok volt, hogy nem fér be hátra. Muszáj volt már ide ezt a pár darabot kitenni. Miért mennyivel drágább az, ha mondjuk egy menüt kérek? Közben egyeztetés zajlik. Nem kell cheeser. Akkor legyen az. Jó, sima kóla. Elnéztem valahol egyébként, hogy mi van? Ilyen hülyén össze-vissza forgat. Nem odafigyeltem. Kutya az bólogat, egyetért. Ilyenkor nem, hogyha így csinálom, akkor nem, nem leges. Nagyon valamiért visszafele kell menni, de legalább... Tessék? Jó, köszi. Legalább van rá lehetőség, nem tudom, hogy mi történt. Hogy egyszerűen csak nincs út, és így van megoldva. Sokáig használtam DAF XF Euro 6 típusú kamiont, írja Subaru. Aztán lecseréltem először is Mercedes, utána Marra, de rájöttem, hogy a DAF a legjobb, ma vissza is veszem. Igen, nekem is nagyon tetszik, főleg azóta, amióta ugye ehhez is van ez a Tuning DLC, mint a Scania-hoz. Akkor csináltunk egy DAF-ot, és elég sokáig mentem vele, aztán az új Scania bejövetelével azt használtam, de most egy kicsit meguntam. Megkértétek is, hogy használjam a DAF-ot, úgyhogy ezért megyek most ezzel, és tök jó. Köszi Gary Cooper, meg köszi a Lutzot, meg innen. Így autópályán megállni. Nem egy életbiztosítás, de kiengednek. Hello Laci, köszönöm, jól vagyok. Megyünk Fehér Oroszországba. Játékokkal. Akkor ilyen kiemelkedek, akkor az edélyen kicsit közel van a pedál is. A kuplungolás miatt. Van itt 60-as tábla, ezt ne kérdezzétek, most már nincs. Tudja, így néz ki. Crystal Dimension festéssel, karácsonyi ajándék festéssel. Itt fuvarozásért lehetett ugye megszerezni. Ajándék fuvarozásért. Úgyhogy így haladunk.
festhető, tehát hogyha a színei nem tetszenek, akkor az az én hibám, én festegettem erre a színre. Nem tudom, itt van-e még sólyom, de New Root Advisor Nevrote Advisor nevezetű mod. Rákerestek a Google-be, és akkor ott található meg. Ugye én, nekem az éve volt, itt raktam be amúgy a live-ba, mert hogy ugye emlékeztem rá, szembe jutott, hogy nekem ugye a kamera itt a Cardinal normális GPS-t, a kormánykamera, és hogy emlékeztem rá, hogy volt egy ilyen. Gyere vissza, buszos! És hogy ugye fölülre raktam. Így ez állt, a New Root Advisor. Nem jössz be? Na mindegy, ez is olyan, mint az a kamionos. Miért van a fényszóró? Ja nem, az csak a normál. Túl hangos a játék, szerintem nem túl hangos. Mindig is ilyen szokott lenni. Na öcsém, miért pont most jött rá a buszos, hogy neki át kell sorolni? Egész sornyi autót föltartott már. Én próbáltam lelassítani, de akkor még nem jött vissza. Van. Dolgozó nép biztonsága érdekében 50-nel, bár így egy kamionon átmegyek egy emberen, szerintem még az is fáj neki. Hogy erről nem sokan tudnak nyilatkozni, ha ilyen történik, hogy valóban fájt-e, mert általában meghalnak. Úgyhogy ezek csak puszta feltételezések. Mint hogy azt feltételezzük, hogy van élet a Földön kívül. Sorolás. Oké, 40-nel lehet menni, miért megyünk 30-zal? Nem fog fölkapatni a vas. Szeretnék majd valamikor játszani veled online, de nekem csak Going is DLC van meg úgy megoldható. Hát... igazából biztos, hát olyan fuvart kell nézni. Csak már fogalmam sincs, hogy az meddig van, tehát annak meddig vannak a határai. Nem sokára jönnek a balti államok. Az
Ezt nem tudom, tudjátok-e, Beyond the Baltic Sea nevezetű DLC, ami Lettország, Fehér Oroszország, Észtország, akkor Finnországnak kicsit a déli része, valamint Oroszországból egy kis részt, de például Szentpétervár, a második legnagyobb orosz város benne lesz a DLC-ben, úgyhogy érdemes ezekkel haladni, meg ma már külső oldalakon nem olyan vészes összeg, már az Itália is ilyen 10 euró körül van, a többi meg 5 eurókért szerintem beszerezhető. Engedj át, hé! Öcsém, muszáj volt ezt így megoldani, elnézést. Nagyon jó, hogy megengedte ezt a terep. A kis terautós is lelassíthatott volna. Higgyétek el, hogy jól jártok, hogyha beszerzitek. Going East utámat a Skandinál, szerintem azt 4-5 euróért már tudtok akasztani. Szerintem egy 20 euróból az összes DLC-t meg tudjátok szerezni, ameddig van. Hogy pálya DLC-t. Érdemes, mert ugye fel kell készülni. Előbb-utóbb egyre több lesz ez az összeg, még így is, így se sok most, de egyre több lesz, hogyha halogatjátok, amit be kell pótolni. És tényleg rengeteg dolga kibővíti a játék élményt. Ezután vegyetek fuvar DLC-ket, tehát a Heavy Cargo, Special Transport, High Power Cargo Pack, ez a három, és akkor már igazából többi csak cicoma. Ja, világos. Hát ugye pont, hogy ezeket nem Steamen kell ilyenkor beszerezni, akkor még vásárkor érdemes, de ezek ilyen külső oldalak, amiket mondok, mint Instant Gaming és egyebek. De oda is nyilván bankkártya vagy PayPal. PayPal-lal szoktam. Ez érdekes, hogy a lakott területen itt engedte végig a 80-at. És a lakott terület után beváltunk 70-re, hát logikus. És itt egy újabb lengyel meki. Twitch-en milyen parancsok vannak be? Hát szerintem semmilyen. Nem foglalkoztam még a dologgal. Nincsen Subaru, nincs. Itt mi? Mi? Hol jöttem? Hát mi ez a piros tábla a térképen? Nézd meg.
50-es tábla, de fura körforgalnak, egy egyenesen átvágsz rajta gyakorlatilag. Érdekesedik ez a rész. Köszönöm a hostot, Laci. A hostolást. Felénél vagyunk kb. 20 óra 37, hát este fele fogunk odaérni. És megint ez a piros tábla. Ami nem tudom, hogy mi, valami gyakorlat promozzos emberke kell lenni, de aki ezt meg tudná mondani, hogy mi is az. GPS-en felülre is. Köszönöm Károly a feliratkozást. Felülre is megpróbálom most kitenni. Jót nyomok, most se jót nyomok. Ott az a piros, az mi? Service not... Valamiért nincs a szó, nincs szolgáltatás, hogy én nem tudom. Megint hülyeségek nyomok. Szerintem igen, mindenből. Ugye a multiplayernek köszönhetően és az ott ottani időzónák, vagyis hát nem időzónák, hanem szerveridőnek köszönhető bagolásoknak köszönhetően rengeteg pénze van a sofőrök miatt, mert ugye azoknak a bevételei nagyon bagolódnak multiplayerben, és hát 200 millió fonton van, hát számoljátok át, de várjál. A promoz mindig átállítja nekem a pénznemet. Azt mondja, hogy na, angol font helyett. Huf. Hufban látjátok, ez annyit jelent, hogy 70 milliárd forint, tehát van pénz pénzre. Sokan azt hiszik, hogy pénzt cheateltem, meg ilyesmi, de nem. Multizik és ugyanazt a profilt használja, mint a singlenek, az tudja, hogy ez van. Annyi, hogy hadsebességes váltó, mert G27 én nem szeretem, hogyha felezgetni kell, meg felezőt kell nyomkodni, ezért a H-váltóhoz kompatibilisen a hadsebességest használom. És itt lesz a határ. Micsoda 30-as, őrítő 30-as tempó. Itt a határátkelőnél. Hát mondom, rengeteg multizás. Taika mindenféle cheat nélkül az 1000 milliárd forintot lépte már át. Ki is screenshotolta. Ugye, ahogy teleportálgatsz a garázsok között a multiba, a sofőrjeidnek a bevételei bagolódnak, adódnak hozzá, mert ugye ott a szerver ideje más, mint ahogy a játékban telik az idő, és ugye rengeteg pénzt összebagolna. És hogy váltogatod a garázsokat, ez így
adódik hozzá. A multi miatt van, tehát nem ugyanazt a profilt kellene használni multihoz amúgy. Tehát mindegy, én csak a mentéseket váltogatom igazából. Elég nekem két profil, egy profil van a Hungary map miatt, meg egy a normál játék, meg a multi. Itt van Brest, ami ugye Franciaországban is van, de ez egy másik, ez fehér orosz. Ha jól be van lőve. Ha van még lámpa, de nincs szerencsém. Oh. Az embrát most kettészeljük. Úgyhogy ilyen ez. A multi összebagoltatja a pénzt. Meg hát ugye a Cheat Engine is működik, de... Ha rendesen akartok játszani, akkor nem kell. Mondom, az a kérdés, hogy tegyetek el egy olyan mentést is, amit single-be használtok, és akkor ott meg tudjátok menteni. Én már későn vettem észre, tehát először sokáig mi se tudtuk. Még a régi live-okban benne van, hogy... Ott gondolkodunk, hogy az Istenben van ennyi pénzünk, és ott is gyanúsítottak minket cheateléssel, de... Nem ez a helyzet. És akkor mire már rájöttünk, már az összes mentésem olyan volt, hogy a pénz már bagos volt benne, úgyhogy muszáj voltam ezzel tovább vinni. Mennyi már az Úristen áldjon meg, komolyan mondom. 4-esbe kinyomom a szemét. Meg kellett lépni, 90, oké. Okay. Ja nem hackeltem. Egyébként az izébe hackeltem meg a Hungary mappen, ott meghackeltem, mert ugye azzal nem tudtok mi a fenézni. A Hungary mappen nem tudtok multizni, és akartam nektek mutatni kamiont, meg az kamiont kellett venni. És ugye ott nagyon nehezen gyűlik a pénz. És akkor ott Cheat Engine-nel ott rátoltam egy kis pénzt, hogy tudjam megvenni azt, amit meg akarok mutatni. A néző kér mindent, de egyébként meg ugye nagyon sokáig én. Tehát úgy teremtettem meg még a játék elejétől kezdve 2013 vagy mikor kezdtem vele, hogy ugye szépen nagyon sokáig egy kamionnal fuvaroztam, és ugye úgy lett egy alapom, amivel már tudtam sofőröket fogni. Nekem azóta is az 5 vagy 6 sofőröm van, akiket akkor felfogadtam. Ezért van nekem csak úgymond 70 milliárdom a multi miatt. De mondom, Taikának ilyen 100 meg tudom, hány sofőrjük van. Tudod, azért bagolja rendesen a milliárdokat. Azért van ott nekik ilyen 1000 milliárd, meg ilyesmi. Rosszabbra számítottam itt fehér orosz utak terén. Hogy őszinte legyek.
lelassulunk, mennyi? Na, oké. Okay. Tehát jó, hogy kimondtam, hogy rosszabbra szállítottam, kezdődik. Fantasztikus. Minőségi útburkolat. Százzal lenne egy csapat, mert tudod mikor. Bizony, hogy ilyenek sok helyen. Árpád! Kovács Árpád. Feliratkozást. Itt van egyébként a kis hátsó ágy része. Daf. Leddel. Fogynak a kilométerek 370. Egy. Vártam, hogy átváltson. Előttünk egy autószállító kaján, de nagyon forgalom nincs így már 23 óra 11 perckor. Úgyhogy igazából már nem azért játszom én ezt a játékot, hogy vigyem a céget, vagy a karriert csináljam benne, hanem csak tényleg szerettem vezetni a kamiont, meg hát az ilyen promoc jellegű, meg Hungary Map jellegű térképeken rengeteg felfedezni való van, úgyhogy érdemes őket kipróbálni. Tényleg sokat adnak az élményhez. Mögöttünk van sor. Itt három kocsiból és egy buszból álló kompánia. Szóval csöngetnek, jó? Jó. Ez így jó. Ági is fülessel, meg én is, és nem halljuk, ha jönnek. Fantasztikus, úgyhogy én fél oldalra húzom. De már ezt levisszük. Mindenféle kajálás előtt. Pedig a tempomattal zúzom. Hál' Istennek, úgy
dönt, hogy lemegy. Hoppá. Nagyon lelassított. Körültük az ütközést, és megint 70. Gratulálok. Alig gyorsítottam fel. Pinsknél vagyunk, és itt jön a fehér orosz a policáj. Sikerült átsorolni, öreg achievementet is kaphatnék. Neked 0 óra 10 perc. Reggelre már szerintem a boltban lesznek a játékok, úgyhogy jöhetnek a fehér orosz gyerekek. Az anyukák, apukák. Lassú konvoj előttünk, hogyha nagyon nem megyek gyorsan, megyek a 70-es tempóba, de illetve ennél is lassabbak. Úgyhogy előbb-utóbb ebből is utolérés lesz. Inkább előbb, mint utóbb, ahogy látom. Ó, te szentég! Ugye félszóróval megyek, de akkor nem látunk semmit, ha enélkül megyek. Szép formák itt. Túl kockázatos két kamiont beelőzni. Reméljük, hogy a benzinkútnál félreállnak azért. Látjátok, majd jönni szembe egy másik, nem lett volna jó belekezdeni a manőverbe. Hát nem igaz komolyan. Hova fékeztek? Traktor, fasza. Ez mi ez? Valami tábla, vagy emlékmű. Nem kanyarodtak le a benzinkútnál, ennek nem örülünk. Gazpromos benzinkút, hogy mi volt ez? Ezt most kihasználom, gyerekek, ne haragudjatok. Muszáj lesz ezeket lenyomni. És beszívom a gyorsajtest komolyan, ennyi. Tehát nem lehet egy percig sem, mert pont elértem ezt a lakott területet, ahol 60 van. Megint egy, jó van.
ez is ki van tuningolva igazából. De a Mant azt nem szeretem. Ennyire mondom, ez a DAF meg a Scania az, amihez vannak ilyen tuning pakkok. Azokat jól lehet tuningolni, azért szeretem őket. Úgyhogy ezt a kettőt lehet úgy, hogy normálisan nézzen ki modok nélkül. Ilyen tuning modokat nem akarok rápakolni, mert így is elég sok van benne. De van a motorok, mindegyikben legerősebb van. Azokkal nincsen már probléma. Azt, hogy hogy néz ki, hát nagyon nem szeretem a csicsás, ez is már úgy meg egy kicsit tölti karácsonyfa, de... Van lumen bőven. Most így legalább, hogy ott hagytuk azokat a kamionokat, nem engednek el senkit. Nem vagyunk nyomás alatt. Meg itt változik az aszfalt. Micsoda ez egy hullámhegy. Nézegetni. A Scania az sok tengelyes, a régi. Tényleg. Az sok tengelyes. Még az alapjátékbeli Scania az nagyon ki van húzva. Sőt, ezen a Promodzon is vannak ilyen nagy rakományos útvonalak, meg kéne nézni azokat is. Most már a Promodzba is beletették ugye azt a Special Cargo-t. Azt hiszem négy útvonal működik már itt is. Most akartam, nem ötöst. Ja, hát most már itt nem lesz tuningolgatás, mert éhes is vagyok, ezt leviszem, és akkor annyi. De akkor majd legközelebb úgy kezdjük, hogy valamit ki. De hát igazából van, mondom, van olyan kamion, nem csak át kell váltani. Tehát én nem nagyon szerettem vele az időt tölteni, amúgy ez is hozzátartozik, tehát... De nagyon sokszor a belsejét látom, igazából ugye belső kamerából vezetek. Gyakorlatilag mindegy, hogy mi van kívül nekem. A Ladai parkon. Belül legyen ilyen otthonosabb. Itt már kezdődnek azért az érdekes utak.
fura bekötések. De eddig tényleg nem olyan sok szakasz volt, ahol 80-nál lehetne mondjuk menni, ez pont egy olyan, ahol megengedi. De csak eddig. Megnyekkentem a váltót. De már nincs is értelme, mert itt piros lesz megint. A Csaba az a New Route Advisor az a neve. 1.5-ös verzió. Mint mondta Sólyom itt korábban még a live-ban, ha valakinek ilyen 1.0-es vagy ilyesmi, az is működik. Ez most egy 2.26-os promoc, és működik vele az 1.0-as is, nem tudom, hogy mi a különbség. Ez így live közben jutott konkrétan eszembe, hogy a kamera, a kormánykamera, ugye kitakarná a normál GPS-t, és hogy emlékeztem, hogy van egy ilyen, hogy be kéne rakni, és akkor az 1.0-as volt a mappában, de kerestem inkább egy újat. Van-e újabb verzió, mert ez a nagyon régen benne volt, csak ki volt kapcsolva. És akkor arra jutottam így a keresésbe, hogy 1.5-ös a legfrissebb. Én Google-be írtam be, és kiadott, hogy három oldalt, ahol ott volt. Egy pillanat. Na itt vagyok, azt mondja, pontos neve az nem biztos, hogy ez, de beírom. Így keresd. Most nem tudom, hogy mikor írja ki nektek. Ja, most. Így, és akkor az 1.51-es, és valami X-el kezdődős emberke készítette. De így már meg fogod találni. Nincs mit, Csaba. Csak be kell tenni, és akkor már automatikusan ilyen lesz, csak be kell ugye a modkezelőbe kapcsolni. Háromféle van, van a csomagba, amit letöltesz, három kép, meg három file, és akkor a kép alapján meg tudod nézni, hogy te melyiket szeretnéd, hogy melyik elrendezést szeretnéd. Három elrendezés van. És
Nyilván csak azt az egyet teszed be, amelyiket szeretnéd, hogy olyan legyen. Wow. Tök jól nézett ki ez a mozdony. Annyi, hogy nekem azért sokáig kikapcsolva multiba, meg ilyesmiben nem működött régen, de szerintem most se fog. Hiába csak ilyen kis kozmetikai átrendezés, meg úgy nem érinti nagyon a kliens többi részét, de azt hiszem multiba nem fog működni. Tehát csak single-be. Úgyhogy ezért nem használtam én is, és ezért feledkeztem meg róla. Viszont ide Promoc-hoz, meg Hungary Map-hez, azt hiszem tökéletesen használható. Na, mindjárt ott vagyunk, egy 50 kilométer. Ja, és egyébként figyelj, mert lehet így váltogatni, tehát felülre is tudsz tenni GPS-t, tehát felül is látszik, ugyanúgy vannak üzemmódjai. Csak mivel itt alul van nekem a műszerfon, ezért kikapcsoltam. Az F3 gombra ugyanúgy reagál, mint a régi, tehát az van, csak ugyanaz, csak szét van kapva egy kicsit. Hát már hajnal lesz, mire odaérünk, de mondom, nyitásra ott lesznek a játékok, hát lehet, hogy délig sikerül ki is pakolni a polcra. Délután lehet vásárolni. Tök király ez a pótkocsi, nagybátyám a dolgot, akkor csinálják ezeket a pótkocsikat. Az viszont kemény. És ez amúgy hivatalos, tehát ez nem a Promod, hanem ugye a Schwarzmüller DLC, az hivatalosan megvásárolható, és készül. A Promodban van Krone pótkocsi is, de már készül elvileg hivatalosan az is, tehát lesz Krone DLC is. Úgyhogy szépen nyomják a tartalmat officially is a játékba. A promodzosra nem biztos, hogy szükség lesz. De hát a promodz az elég jól igazodik a játék változásához. Megmondom, aki használni szeretné a promodzot, annak muszáj, hogy meglegyen minden térkép DLC-je. Mert az csak úgy támogatja. De ahhoz viszont kell, ha ezt a modot használni akarják, az összes pályamódosítás tartalmazó DLC. A mod kezelőbe kapcsolt be, én promoddal úgy használom, hogy legelőre tettem, legfelülre. Azt mondta a sólyom barátom, hogy mindegy a mod sorrend. Ó, te! Nézd meg! Úgyhogy legfelülre tettem és működött. Kivédtünk egy balesetet. Gomel, ide hoztuk a játékokat. Itt menjek le, vagy egyel később? Ide kell hozni, én úgy tudom. Csak be kell vinni hátra. Kitépjek kezemből. Ideni. Nem is választottunk, hogy hova kell letenni. Ide. Nem akarok a fűre kiparkolni.
Az előbbit ugye letettük gyorsan, mert potétóztam ott vele, talán ezzel most nem fogok. Már a Eurotrackban létezik a potétó fogalma. Egy pót, azt nem kéne le amortizálni. Ugyujjujj, már pedig ott az lesz belőle, kicsit kitoljuk egyenesbe. Hoppa! Nem jól kuplungoltam. Hello! Miért fordítom így túl? És ha jó lesz amúgy egyenesből. Kb. Meg is van. Zsír. Na, srácok, éhes vagyok, mint a dög, úgyhogy enni fogok, és majd este fele lehet, hogy jelentkezem szerintem valamivel. Úgyhogy köszönöm, Raplis. Úgyhogy az előző beállást ugye nem sikerült végrehajtanom, mert palfaszkodtam, de legalább ez sikerült. Jaj, nem arra kell menteni, hanem a promódzra. Hogy a rendes profilomat más tegyem tönkre. Szóval erről ennyit. Úgyhogy köszönöm szépen, meg mindenkinek jó étvágyat, aki most fog enni. Úgyhogy akkor további kellemes vasárnapot, és akkor sziasztok!